EFOP-os pályázat nyitó konferenciáját tartották szerda délelőtt Nyíregyházán. Ennek kiemelt témája az ifjúság. Nyíregyháza számára fontosak a fiatalok lehetőségei, hiszen nekik fejleszt a város. Ezért fontos ismerni a szükségleteiket, tudni, hogy mitől érzik úgy, hogy ez egy élhető város, vagy éppen miért térnének vissza külföldről. A projekt külhoni partnerek együttműködésével jött létre. A programnak a fő elemei a jó tapasztalatok cseréje, illetve közös konferenciák rendezése, illetve a szakemberek ellátogatnak egymáshoz, ezáltal személyesen is tapasztalatokat, ötleteket tudnak gyűjteni, és meg tudjuk a projekt végén beszélni azt, hogy mely hova honosítható, illetve a máshol jól működő projektek vajon Nyíregyháza esetében is célra vezetőek-e, illetve hogy az itteni ifjúságnak-e ugyanez az igénye, mint mondjuk egy szatmári ifjúságnak, vagy egy Ausztriában élő fiatalnak. A 26 hónapos projekt közel 45 millió forintból valósul meg. A projektben lesz 16 műhely, 10 látóút, tehát ennek keretében fogunk menni az országban nagyon sok felé, Szeged, Győr, Veszprém, Pécs, stb. Helyi szakembereket is bevonunk, tehát ez nem csak és kizárólag a Mustárház által megvalósított projekt lesz. Szeretnénk, hogyha a helyi szakembereket is be tudnánk vonni, és őket is elvinni látóutakra, illetőleg a különböző műhelyekre. A Mustárház 2011 óta működik együtt a csíki fiatalokkal. Ez az ifjúság esetében, ahol nagy a fluktuáció, hosszú időnek számít. Más teljesen a székelyföldi, meg az anyaországi fiataloknak az érdeklődési köre mondhatnak, azért legalábbis azt látjuk. Egy ideje, jó ideje, de most ugye van az új online világ, azért azt látjuk, hogy ugyanazt a kütyüket használja mindenki, hogy az információkat kapják meg a fiatalok. Mi igazából büszkék vagyunk arra, hogy egymásnak tudunk segíteni partnerségbe, és mondok erre példákat. Ugye nálunk Székelyföldön, Csíkban azért nagyon jó kezdeményezés vannak a középiskolások részéről, főleg diáktanácsi programok által, és több száz fiatal tudnak bevonni egy kultúrházba, egy művelődési házba. A szakember hozzátette, az alulról szerveződő programok a legsikeresebbek, hiszen így a fiatalok hatékonyabban mozgósítják a saját környezetüket.